Jó reggelt! Franciaországban minden túl drága. De ez nem mehet így tovább. Mindennek csökkennie kell. A franciáknak elegük van, hogy fizessenek a semmiért, vagyis mindenért. Fizetünk a kajáért, a benzinért, a mindennapi életért, a biztosításokért. A végén ezek túl nagy kiadások minden francia számára, amiket lehetne csökkenteni és ezzel a vásárlóerőt növelni. Azért vannak az ön által is látott franciák az utcán, hogy védjék a jogaikat és az országot az olyan tervezetek ellen, amik szerintünk nem jó irányba vezetnek. Emiatt vannak itt már 3 hete mindenféle korú emberek a körforgalmaknál és a fizetőkapuknál, hogy mondják a többieknek, hogy mi majd adunk ingyenességet, vásárlóerőt, és az ország jó irányba fog haladni, és nem hagyjuk magunkat. Igen, igen. És bármit is mondanak. A hírekben azt mondják, hogy 60-70 ezeren vagyunk, de annál sokkal-sokkal többen. A médiák hülyének néznek minket. Jó tudjuk, nincsen francia média, ami képes lenne a dolgok realitását visszaadni. Most mindannyian kint vagyunk. Minden korosztály és sok-sok nő. Sok nő van a körforgalmaknál, és ahogy tegnap is mondták a hírekben, és most az egyszer nem mondtak hülyeséget, amikor a nők lemennek tiltakozni a körforgalomba, akkor a helyzet súlyos. És itt vannak, és egyre többen, néhol már többen is vannak, mint a férfiak. Köszönöm.